Szeptember 1-től változásokat vezetnek be a helyi közösségi közlekedésben Székesfehérváron. A menetrendmódosítás útvonal meghosszabbításokat és járatsűrítéseket jelent. Mészáros Attila Székesfehérvár alpolgármestere híradónknak elmondta, a 2 évvel ezelőtti menetrendmódosítás alkalmával az egész hálózatot áttekintették. Ennek következményeként a város közösségi közlekedését ütemezetten alakítja át az önkormányzat a kiemelt intézmények elérése és az átszállások csökkentése érdekében. Az első ütem áprilisban lépett életbe. A mostani változások a Sóstóipari Park jobb kihasználtságát és elérhetőségét fogják majd segíteni. Néhány cég kérte, hogy bizonyos járatok hosszabb útvonalon járjanak, hogy minél több dolgozó közvetlenül el tudja jutni a munkába, ne kelljen átszállni. Így a 15-ös járat, amely jelenleg a Csapó utcától, a piac, az autóbuszállomástól a Sóstóipari Parkig közlekedik, ez több járat esetében nem a Csapó utcától fog indulni, hanem a Fecskepartról, érintve egyébként a Móri utat, majd azt követően az autóbuszállomást és a jelenlegi útvonalon fog majd közlekedni. Ez pozitívan érinti majd a Fecskeparti lakótelepen és Felsőváros bizonyos részein élőket, hiszen így közvetlenül fognak eljutni a Sóstóipari Parkba. Emellett az Öreghegyről is adott lesz ez a lehetőség. 32-es járat, amely jelenleg ugye a Kassai útról a vasútállomásig közlekedik, ezt műszakokra, tehát a 6 órási, 14 órási és 22 órási műszakokra meg fogjuk hosszabbítani a Sóstóipari Parkba, ezzel is azt elősegítve, hogy mind az Öreghegyen, mind pedig akár a József utca környékén, Víziváros környékén élők is közvetlenül el tudják majd érni a Sóstóipari Parkot. Mészáros Attila hozzátette, az ősz folyamán tervezik bevezetni a módosítások második nagyobb ütemét, melyet a közgyűlés döntése után léptetnek életbe. A részletes és aktuális menetrend a város honlapján is elérhető, szeptember 1-től a járatindulásokat a módosításokkal aktualizálják.